És nézd, milyen szép lett a belső kert. Szia, bolyszikaj, szia, butapofájú, dudaorú kutyám. Ez az ikravirág, ezt növelem tartottam. Ne, be kéne csukni. Ez gyönyörű, szépen kivirágz. És ez a borostyán is szépen fut, meghajt. Ebben a kis tárgyásban, itt van ez az amerikai ne felejts, meg tudod, ez a lila most bimbózik, és most kezd virágozni. Egy-két nap és lila szőnyeg lesz az egész. Itt a másikban meg. Nem! Bolyszika! Jaj, ő nem tudja. Tudod, hogy ez nem, hogy oda nem lát menni. Ez egy ilyen fehér csillagvirágos, nem tudom mi a neve, ez gyönyörű lesz. Ez pedig a hunyor. Most nyílik. Ne felejtsek, ott is mindenhol. És a szikakert is kezd alakulni, nagyon rossz, hogy most a délutáni nap, a lemenő nap itten. Bezavar, ez a kutya tejféle, de nagyon szép pázsított alkot, de belenőtt a szegfűbe, ez nem lesz úgy jó. Ezt ki kell innen gyomlálnom. Ez egy citromfű, gyönyörű, szép. És ez pedig az írisz. Ilyen balkáni írisz, nagyon szép. Ez is citromfűvek, kövéren harsannak kifelé. Ez pedig az egy gyönyörű ibolya ismeret, tudod? Óriási baja. Ja, itt is az a lila szőnyeg lesz. Illet ültettem át oda egy keveset, és milyen szépen elterjedt. És nagyon bimbózik. Nézd meg. Na. És akkor itt ki van minden geregézve. Minden honnan. Akkora gyönyörű nagyok a medvehagymáim. Itt is írisz, meg ibolyák, meg minden. A kikeleti bangita az elnyílott, az egész télen, az januártól idáig virágba volt. Bambusz gyönyörű. Jaj. Ez is majd most fog virágozni. Na, ennyit a kertről.